A Tolna megyei szakképzési centrum azon fiatalok számára is kínál lehetőséget, akik a középiskolai tanulmányaik befejezése után nem mennek egyből egyetemre, főiskolára. A megye a 6 városában, 8 iskolában kínálunk lehetőséget a továbbtanulásra. Egyrésztről szakképzőiskola, iskolai, másrésztről technikumi képzések tekintetében. Azt gondolom fontos elmondani, hogy ezek a képzések díjmentesek, hiszen az új megújult szakképzési rendszerben 2 szakma és 1 szakképesítés megszerzése minden állampolgár számára ingyenes. A másik, ami fontos lehet, hogy a képzés során az első időszakban az ágazati alapvizsgáig ösztöndíjat kapnak a tanulók, majd ezt követően, hogyha duális partnernél folytatják a tanulmányaikat, akkor szakképzési munkaszerződést tudnak kötni, és ennek révén szakképzési munkabért kapnak. Ennek az összege a mai számok szerint 100 000 forint. Ha sikeres vizsgát tesznek, már pedig sikeres vizsgát tesznek a tanulóink, akkor kezdő pályakezdési támogatásként 300 000 forint összeg illeti a markukat, ami a tanulmányok alapján, illetve a vizsgáeredmények alapján lett kiszámítva. A technikumi és szakképzőiskolai képzés előnye, hogy a jelentkező fiatalok 2 év alatt piacképes szakmát szerezhetnek, amellyel később megtalálhatják boldogulásukat, egzisztenciát teremthetnek. Ha pedig később felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni, az adott szakiránynak megfelelő képesítés birtokában jobb eséllyel indulhatnak a felvételin, hiszen szakmai vizsgájuk emelt szintű érettséginek felel meg, többletpontot ér. A legnépszerűbb szakmák közé tartoznak a szépészeti szakmák, de mondhatnám a fiú szakmák közül a gépész szakmákat, vagy a villamos szakmákat egyaránt. Azt gondolom érdemes a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláit választani. A képzési palettánkat megtalálják a tmsc.hu oldalon, ha pedig magukról, az alapszakmákról akarnak tájékozódni, akkor a tájékoztató füzet az alapszakmákról című kiadványt ajánlom a figyelmükbe, ami a honlapunkon, illetve az IKK honlapján is elérhető. Ha mindez megvan, csak fel kell venni a kapcsolatot a választott szakképző intézménnyel, ahol tájékoztatást adnak arról, hogyan zajlik a jelentkezés és a felvétel.